Üdvözlök mindenkit, és hát örömmel közlöm, hogy a visszajelzések azt mondják, hogy rendben van a hang, de tényleg meg is tettem mindent, hogy technikailag itt rendben legyenek a történetek. Ettől függetlenül kérem azt, hogy ha bármit hallotok, vagy bármi nem tetszik, azt jelezzétek nekem. Most a kilakoltatásokról szeretnék beszélni. Egyre több ilyen videót látok, ahol földobják ezeket a kilakoltatásokat, és végtelenül szomorú vagyok, és tudom azt, hogyha tényleg valaki fölvett pénzt, és nem fizeti vissza a banknak, akkor valamit tenni kell, tehát az államnak érvényesíteni kell a bank jogát is, vagy esetleg egy privát ember jogát, ha ő adta a kölcsönt. De valahogy lehetne ezt emberségesebben. Én nem tudom, kivonulnak kb. 30-40 rendőr, a végrehajtó, és akkor ott felszólítják a bentlakókat, hogy azonnal hagyják el a lakásukat. Most gondoljátok el, hogy akik 20-30-40 éve élnek egy ingatlanban, és azért kell elhagyni az ingatlanokat, mert valamikor fölvettek mondjuk egy 10 milliós hitelt, amiből már visszafizettek 16 milliót, de még mindig 24 millió a tartozás. Akkor hol van itt az igazság? A szocializmus idejében ilyen nem volt. Persze most mindenki mondhatja azt, hogy nosztalgiáznak azok az emberek, akik annyi idősek, mint én, vagy akik éltek abban a világban. Sok minden volt, ami nem tetszett, de sok minden volt most így visszagondolva, ami sokkal jobb volt, mint most ebben a szabad, úgynevezett demokratikus világban. A végrehajtók azok eleve nem szimpatikus emberek, és arról nem is beszélve, magam is ismerek egy pár végrehajtót, szinte kivétel nélkül mindegyik dúsgazdag, és azon izlalták fel a vagyonukat, hogy szerencsétlen kiszolgáltatott embereknek elveszik szinte fillérekért az ingatlanjaikat. És azért tartom igazságosnak azt a harcot, amit a Mi Hazánk folytat, hogy a végrehajtáshoz kerüljön vissza újból állami kézbe, és ne privát végrehajtók gazdagodjanak meg a családtagjaik. Ez egyetlen végrehajtás sem folyik törvényesen, mindig ott van mögötte a korrupció. A végrehajtó maffiának a főnökét, ugye a végrehajtó kamara volt elnökét, az közel 2 éve, hogy letartóztatták, Sadl Györgyről van szó, azóta is folyik a bírósági tárgyalás, több végrehajtó ellen is, és több végrehajtó sajnos megúszta a jogos büntetést azáltal, hogy vallomást tettek a volt főnökükre. Ez azért aljas dolog, mert ők ugyanúgy részesültek azoknak a vagyonoknak az elrablásából, ahogy a Sadl György is, de hát nyilván a Sadl György volt a főnök, tehát ő volt a maffia főnöke, ő sokkal több pénzt vett el az emberektől, meg hát a végrehajtóktól is, de én azt érzem, hogy itt nem tiszta még ez a végrehajtással szembeni fellépés, legalábbis az államnak. Örömmel látom azt, hogy van egy elkötelezett őrült, ezt most az őrültet macskakörömben mondom, dr. Szabó Bálint, aki ugye most 7,5 hónapot ült előzetes letartóztatásban azért, mert állandóan tiltakozott, és a kormány jelenlegi rendeletei és intézkedésével szemben. És bár ugye másfél éve, több mint másfél éve nem foglalkozom politikával, és ezen túl sem akarok, de azt azért el kell, hogy mondjam, hogy megnéztem egy-két videóját a Szabó Bálinnak, és megmondom őszintén, hogy nagyon tetszett. És van a Facebookon neki több oldala is, de most nyitott a YouTube-on,
és a Facebookon több milliós a nézettsége, és most nyitotta egy-két napja a YouTube csatornáját, ahol már 200 feliratkozó van, és én arra tudom biztatni az embereket, hogy minél többen iratkozzatok fel a csatornájára, mert nagyon érdekes és nagyon izgalmas videókat tesz ki. Ma is tett ki egy videót, én annak a linkjét most a hozzászólásokban fel fogom tenni, és hát ebben nagyon szimpatizálok ezzel a fiatalemberrel, de tényleg fillérekért, illetve hát nem fillérekért, ingyen, és bérmentve áll oda ezek mellé, az emberek mellé, és hallatja a hangját, és nagyon okosan beszél. Láttam, hogy a MÖM képviselői is ott voltak, ez a Magyar Önvédelmi Mozgalom, annak a vezetője a László Attila, ő is, meg a budapesti MÖM vezető, elmondták, hogy oda hozzájuk is fordulhat mindenki bátran, akit ki akarnak lakoltatni, akit az a veszély fenyeget, hogy elveszti az otthonát, és utcára akarják tenni, és a MÖM is oda megy, és a polgári engedetlenség keretein belül próbálja megakadályozni ezt a nagyon-nagyon aljas és brutális intézkedést. Ha már mindenféleképpen kilakoltatják ezeket az embereket, mert jogos a bíróság szerint, akkor biztosítsanak nekik valamilyen állami forrásból valamilyen otthont. Természetesen luxus otthonra gondolok, de valamire, ahol át tudják vészelni ezt a nehéz időszakot. De azt is meg kéne vizsgálni, hogy ezek a bírósági jogerős döntések hogyan jutottak el idáig, tehát hogy milyen tartozásuk volt ezek az embereknek, és mennyit fizettek abból vissza, és ha amennyiben már olyan, nagyon sok ilyet láttam, hogy fölvett mondjuk 5 üveggolyót, és már 8 üveggolyót visszafizetett, de akkor is a tartozása még 15 üveggolyó, tehát ez természetesen teljesen igazságtalan, és ezért harcolni kell mindenkinek, hogy ezt ne tudják megtenni. És el kell venni a végrehajtóktól a végrehajtási jogot, ne tudjanak meggazdagodni ezek a gazemberek, és a mások vagyonából élősködni, hanem tessék a bíróság, vegye vissza, és ugyanúgy állami végrehajtás legyen, és akkor sokkal törvényesebb és szabályszerűbb lenne ez a művelet. Úgyhogy még egyszer azt tudom javasolni, hogy a dr. Szabó Bálint YouTube oldalát és a MÖM-nek, a Magyar Önvédelmi Mozgalom YouTube oldalát nézzétek. És még mindenkinek felhívom a figyelmét arra, mielőtt bárki azt mondja, hogy én jobb oldali lettem, vagy szélső jobb oldali lettem, mert hogy itt megdicsértem a Mi Hazánknak az egyik kezdeményezését, meg a Magyar Önvédelmi Mozgalom kezdeményezését. Nyilván nem lettem jobb oldali, de én mint egy középen álló, viszonylag konzervatív gondolkozású demokrata úgy ítélem meg, hogy mindenkinek a minden mozgalmat és minden szervezetet támogatnunk kell, vagy pártot, akik olyan szociális intézkedéseket szeretnének bevezetni, ami mindenkinek jó. Úgyhogy kérem, hogy nézzétek meg ezeket a YouTube csatornákat, és iratkozzatok fel.